Szikrázó napsütésben érkeztek a barosiak a Donáthegyi emlékhelyre január 9-én, kezükben koszorúkkal és gyertyákkal. Bodnárné Fehér Erzsébet, a Baross Gábor telepi polgári kör elnöke köszöntötte a megjelenteket. A Doni áttörés napja a magyar emberek és a honvédség történelmébe is fekete napként íródott be. Ezen a napon több mint 120 ezer magyar katona esett áldozatul a harcokban, maga után hagyva feleséget, édesanyát, gyermeket, mérhetetlen fájdalmában, szomorúságában. Az ő leszármazottaiknak és minden magyar embernek ez a januári nap a szomorú emlékezés ideje. A január hónap, az évkezdet nekünk, barosiaknak is a szomorú emlékezés ideje, hiszen személyesen is érintettek vagyunk. Pelikán Imre bácsi által, aki ebből a szörnyű háborúból visszatért épségben, túlélte a túlélhetetlent, kibírta a mínusz 40 fokos hideget és a kibírhatatlant. Ezután nagyon sok boldog évet élhetett meg gyermekei, unokái és dédunokái körében, valamint szorgalmasan, kitartóan tevékenykedett a barosi közösségért is, a Baross Gábor telepi polgári kör alapítójaként és elnökeként. Ambrus Károly tárogatón játszott, majd felolvasta a barosi elhunytak névsorát, mely a 8 méteres kereszt lábazatán található. Monostori Nészelecki Gabriella ünnepi beszédében arról beszélt, hogy a magyar katonáknak milyen feladataik voltak a Donkanyarban. Pelikán Imre zászlós 1942. október 14-én indult szolgálatra egységével a keleti frontra az első utász zászlóalj 101-es utász századával. 10 nap alatt 1400 kilométert gyalogoltak, benne 800 kilométert hóban, hogy elérjék állomáshelyüket, Matyijevkát. 1943-ban, a szovjet áttörés kezdő napján a zászlós tábori naplójába ezeket a sorokat jegyezte be. Január 12-én reggel. Eddig ez most a legnagyobb hideg. Körülbelül mínusz 25 fok, erős zúzmara. Megszemléljük főhadnagy úrral az erődítést, délután szánkozni megyünk az erdőbe. Este menet vissza, főhadnagy, alhadnagy és Ulrich honvéd ki a kért szerszámokat fogja hozni. Munka halad tovább. A későbbi napok sorai között már bajosabb mondatok kerültek lejegyzésre. Szerencsére, nagyon sokakkal ellentétben, a zászlós hazatért és megoszthatta velünk harctéri élményeit. S társait nem feledve, emléket állított itt, a Donáthegyen. A 8 méteres kereszt tövében elhelyezett urna a Doni áttörés helyéről hozott földet őrzi, s az ott elesett barosiak emlékét is ápolja, köszönhetően azoknak, akik áldozatos munkával létrehozták az emlékművet. A megemlékezés végén Péter Árpád saját versét olvasta fel, majd a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit. Védjük meg a hazát! Kárpátok bércei árulkodnak rólunk, bármerre is megyünk, kopjafába botlunk. Itt éltek őseink, nemzetünk nagyjai, igazságtalan háborúk kivégzett áldozatai. Szeretjük a szabadságot, megküzdöttünk érte, idegen népek igáját nem is nagyon tűrve. Csellel vittek háborúba, nem tudom miért tették, országunknak kétharmadát tőlünk el is vették. Célpont vagyunk megint, mit akarnak tenni? Láthatatlan légióval minket körülvenni. De van a jobb szárny, az Isten és igazság. Velünk van ő mindig, mert minket patronál. Ezt a földet hagyta Szent István nekünk, drága magyar hazánk, meg is védelmezünk.